Üdvözöljük kedves nézőinket a Kifőztel soron következő műsorán. Mai vendégünk, vendégem, mert Szoboszlai úgy eltávozott egyelőre, majd nem sokára ő is itt lesz, nem most, majd a következő részek valamikében. Görömbei Sándorné, mestercukrász. Hát mondhatnám, jó kollega, régi ismerős és egyebek, akivel süteményeket fogunk készíteni, illetve süteményeket, egy darab süteményt, bocsánat, fogunk készíteni. Ennek a neve... Vendégváró porhanyós kosárka. Tisztelettel köszöntöm én is a kedves kosárkát nézőket. Kosárkát fogunk készíteni, van bocsánat, hogy így belebeszél. Kosárka tehát. Így van. Ilyen pici kis formácskákkal fogunk dolgozni, amibe teszünk, amit én látok itt ugye, van benne dió, van benne lekvár, van benne megy, és csinálunk hozzá egy... Az még egy kicsit később. Ez még arrébb van. Igen. Így van. Akkor kezdjük az elejét. Kezdjük a tésztával. Így addig befogom a számot. Tehát... Az üstbe, vagy az edényünkbe, tálba beletesszük a lisztet. Hozzátesszük az átszitált porcukrot. Úgy mondjuk ezt szaknyelven, hogy a száraz anyagokat rakjuk egy edénybe. Teszünk hozzá egy icipici szalakárit, nagyon-nagyon picikét, hiszen tudjuk nagyon jól a szalakárinak a hatása, az a tésztának a térfogatát növeli, és egy picikét omlósabbá, porhanyósabbá teszi a tésztánkat. Beletettük a porcukrot is, a szalakárit is, teszünk egy csipetnyi vaníliacukrot hozzá, ez a készítményünknek az ízét fogja adni, hozzátesszük a kimért vajat vagy margarint. Erre, tehát, bocsáss meg egy picit, erre így, a kimértre igen, akarom kimértre. Felhívni a figyelmet, hogy a két szavak közötti különbség az, hogy ízlés szerint, ez vagyok én, meg tetszőlegesen, itt viszont minden kőkeményen receptúra szerint kell követni, mármint a saját receptúra szerint így kell van. Követni. Tehát akkor... 35 deka lisztet veszünk. Nem azért mondom, hogy most sorolj fel mindent, bár ha felsorolod is jó, mert akkor a nézők is fogják látni, illetve érteni, hogy miért mondom, hogy valaki 30-et, valaki 36. Még egy kicsi vaj, még egy kicsi ez, nálam el. Ez így elmegy. Hát akkor elmegy a tésztának a textúrája, más lesz az állománya, tehát nem úgy van ez, hogy egy kicsikét ebből, egy kicsikét abból, hanem azért a cukrászok általában receptúra szerint receptúra, dolgoznak. És saját receptúra szerint mondható? Igen. Fogunk majd egy kicsit később arról is beszélni, hogy a receptúra az a legtöbb esetben csak egy irányadó, egy útmutató, amitől bizonyos szabályok szerint el lehet térni, de van, amitől nem szabad eltérni. Tehát itt egy tészt a összeállításánál nem térünk el a receptúrától, tehát vettük ugye, így van, tehát vettük ugye a 35 deka lisztet, hozzátettük a 20 deka margarint vagy vajat, ami szoba hőmérsékletű, tehát fontos, hogy ne legyen kemény, mert akkor nagyon nehezen tudunk vele dolgozni. Hozzátettük ugye a porcukrot, hozzátettük az ízesítő anyagként a vaníliacukrot, kis lazító anyagként a szalakálit, tehát a tésztánkat egyrészt a picike szalakálit, vagyis a vegyszer, másrészt pedig a zsiradék fogja lazítani, tehát a zsiradéktól fogja ezt az omlós, porhanyós állományt kapni majd a tésztánk. A következő lépésben hozzátesszük a tejfölt, ami hát háziasszony nyelven 3 evőkanál, tehát én ezt most ide belerakom. Itt számít, hogy 12%, 20%? Tulajdonképpen, ha 20%-os, tehát minél magasabb zsiradéktartalmú tejföld használunk, ugye a tésztánk annál omlósabb, annál porhanyósabb lesz. Már pedig len akkor, hát egy omlós tészta akkor jó, ha ugye az összeáll, és kisülve porhanyós, omlós lesz a termékünk. Ezt ugye hozzáraktuk, így van. Szép lassan össze. Szép lassan, és most 3 tojást leengedünk. Természetesen ez a tojás már elő van készítve, tehát meg van mosva. Leengedjük a fehérjét külön edénybe, így, és akkor a tojás sárgáját pedig hozzátesszük a tésztához. Egy keverem. Így van. Már szívesen bele nyúlnék kézzel, de... Nem nyúlunk bele kézzel. Amit lehet, az eszközzel. Egy, elkever. Így van. Kettő tojássárgát szépen hozzáteszünk. Most fogjuk azt látni, hogy kaptunk tulajdonképpen egy majdnem, hogy nyomózsákból formázható tésztát.
következik a kis kosárkának az előkészítése. Ugye olyan kosarakat használunk általában, amiben már sült tészta, nyilván a háziasszonyok is ilyet használnak, de azért egy mosás után illik egy picikét áttökenni. Nem nagyon, csak egy icipicit lehelet vékonyan, azért, hogy a tészta majd könnyebben kiboruljon a kis kosárkából. Tehát ez csak egy picike lehelet vékony. Ezt lehet mondani ezt, hogy először az se baj, ha egy kicsit kihevítjük? Mikor újja? Mikor új, akkor nem állt egy kicsit gazdagabban kenni, így van. És egy-két sütés után pedig már? Egy-két sütés után már azért a kosárka felvesz annyi zsiradéktartalmat, tehát hozzászokik a sütéshez. Muszáj neki. Muszáj neki, így van, hogy csak egy gondolatnyira kell kikenni, és készen is van. Ha ez megvan, akkor kapsz egy kis szórólisztet a kezecskédhez, így van, és akkor a kis kezedet így szórólisztel meg, és akkor a tésztából kicsike kis gombolyagokat teszünk ide bele a kosárkába, és a kosárkának a szélére felhúzzuk ezt a tésztát. Így tűnik, hogy miért nem lettem cukrász? Na, miért nem lettél cukrász? Nem tudom. Hát, szakács szerettem volna lenni. Így van. Én meg nem szerettem volna cukrász lenni, aztán az lettem. Ez hozta a sors. Ez hozta a sors, így van. De ma már nem bántam meg, és nagyon-nagyon imádom. Közepén is hagyjak? Persze, persze, az alján is hagyni kell. Bizony, bizony. Most már bele lehet nyúlni. Na. Azért, hogy túl vastag se legyen a tészta. Túl vastag se legyen a tészta, így van. Teszünk bele még egy kis adagot. Hazaviszem anyukámnak, meg fogom neki mutatni. Így a kis ujjunkkal szépen. Majd megkóstolja és megmondja, hogy milyen ügyes a kisfiam. Kóstolni azt én is tudok. Hát azért nem kell vinni mamának a cuccot, azt én majd itt a végén töltsünk meg az összest, jó? Persze, persze. Én... Akkor a gyerekek is otthon elvégezhetik. Ez azért nagyszerű ez a készítmény. Egy kis családi meló. Így van, mert én úgy tudom, hogy a gyerekek is nagyon-nagyon szeretnek sütkérezni anyukával. Ezt onnan tudom, mert nekem is van ugye 3 kisunokám, akik nagyon-nagyon imádnak gyurmázni, sütkérezni, és ezt ők is tudják csinálni. Tehát nincs annál nagyobb öröm, mint mikor a kisgyerek a kis kezecskéjével rakja a kis kosárkába a tésztát, és akkor mutatja a mamának, hogy anya nézd. A fiúk unatkoznak, beszállhatnak. Így van. Nem biztos, hogy szépet csinálok, de legalább a lelkesedés megvan. Így van. Eddig elkészültünk. No, akkor most a következő lépésben lekvárt fogjuk belerakni. Hát ha nagy mennyiségben csináljuk, ugye akkor célszerű nyomózsákot használni, és célszerű... Ebbe fogjuk beletölteni a lekvárt? Így van, abba jó. Egy pici lekvárt. Van kanálkám. De mivel most annyira kevés mennyiséget készítünk, van kis kanálkám, meg nagy így kanálkám. Kanálkára vesszük a lekvárt. Így. És egy picikét a késhegyével a kosárkának a közepébe. Bökködni. Így van. Böködjünk tehát, bele. Na, ezt csináld, légy szíves, addig én... Értek. Helyes, helyes. Más nem is, de ezt egyet tudom. Jó. Következő lépésben a diós részt fogjuk elkészíteni. A diós rész az úgy fog készülni, hogy a darált diót, ami 15 deka, most a dió helyett használhatunk nagyon sokféle olajos magot. Én dióval készítem, de lehet mandulával, mogyoróval, szezámmaggal, napraforgó maggal, tökmaggal, tehát a fantázia nagyon dús, tehát minden olyan maggal, ami éppenséggel kedvünkre van. Most dióval készítjük, tehát a diót belerakjuk az edényünkbe, teszünk bele egy pici vaníliacukrot ízesítőanyagnak, teszünk hozzá, tehát mondtam, hogy 15 deka darált dió, vagy más olajos mag, 15 deka porcukor. Ezt főzzük? Nem főzzük, nem. Csak keverjük? Csak keverjük, így van, akkor egy fakanállal, így van. Teszünk hozzá egy pici reszelt citromhéjat, szintén ízesítőanyagnak, így, és teszünk hozzá egy kis vaníliacukrot. Így bizony. No, ha ez készen van, akkor elvitted a tojásfehérjét, pedig most arra lesz szükségünk. Nem, visszahozzuk. Tehát most teszünk a megmaradt, ugye ide a tésztához használtuk a tojássárgát, a megmaradt tojásfehérjénket pedig öntjük rá. Hát, nem magyarul biztos, ezzel fogjuk majd lazítani így végül van. Is.
Annyi, hogy nincs felverve. Nem kell felverni, hanem csak simán hozzá kell keverni. Így bizony. Még adunk hozzá fehérjét. És ezt össze kell dolgozni. És akkor lesz belőle egy ilyen... Egy ilyen diós, tojásfehérjés kis massza. Így van. No. És akkor ezt megint adagoljuk bele. Így van, ezt megint adagoljuk bele. Te is adagolhatod a kanállal. Te teljesen rakjam tele? Teljesen rak tele. Magyarul csúrig. Úgy, tökéletes. Csúrig pakoljuk akkor. És egy kicsike medgyet teszünk még. Hát akkor benne van a medgye minden. Színejava, a medgy, minden, a dió. Minden, és ez minden együtt fog sülni. Tehát rakunk a közepébe egy medgyet. Ezt elébb tesszük. És egy szem megy a közepére. Így. Ez is meg vagyok. Így. Tehát amikor a cukrászok ezt készítik, ugye nagy mennyiségbe készítik, nem ilyen kevéske. Ilyenkor nyomózsákba rakjuk, és akkor csak nyomjuk a kosarakat tele-tele. De hát ennyi, ilyen kevés mennyiségnél tulajdonképpen több ragad a nyomózsákra, mint amennyit. Több marad a kanál végén. Igen, igen, igen. És így gazdaságos, mert... Nem rontom el, remélem. Nem, nem. Nagyon ügyesen csinálod. Ha. Tehetséges kis cukrászkukta vagy. Így van. Jó. Ezt meghallják, hogy akkor miről beszélgetünk. Átpátolsz a szakás szakmából cukrászatra. Tepsőre rakjuk, és 180 fokos sütőbe kisütjük. Jó, be van állítva a sütő. Betesszük. Betesszük. És körülbelül hány perc lesz ez? Hát ez egy olyan 15-20 perc alatt fog készre sülni. Megnézzük a sütőbe, hogy hogy is áll a kis kosárkánk. Hű, ez nagyon-nagyon szépre sült. Óvatosan. Óvatosan, óvatosan, így van. Rátesszük a deszkára. Kérdés, és... szükséges pihentetni, vagy a kiszedés érdekében egy pár perc pihentetés után? Egy pár után? Perc pihentetés után ki lehet szedni. De letakarni egyebek nem szabad. Letakarni nem szükséges, tehát kisült maga a kis kosárka, egy kicsit hűl, és a hűlés után rögtön ki lehet szedni, és egy kis vaníliás porcukorral meg fogjuk szórni, és tulajdonképpen tálalható. Tűzálló kéz mindenre képes. Jénai. Erre szokták mondani, hogy igen. Nekem forró, neked nem. Hát igen, mert a cukrászok azért ugye karamelleznek is, tehát ott ugye egy 80-90 fokos cukorral dolgoznak. Úgyhogy fürgém szedjed a kosárkából nagyon kifelé. Nagyon, nagyon, nagyon. Elkészült tehát a kis kosárkánk. Én annyit szeretnék még a kis kosárkáról elmondani, hogy amennyiben ezt mandulával készítjük, akkor amikor a kis diós részt rátettük a kosárkára, akkor ezt ilyen szeletelt mandulával vagy pálcika mandulával meg lehet hinteni. És akkor az nagyon szépen rákaramellizálódik, rápirul a kosárkánknak a tetejére. De ezt fokozhatjuk még úgy is, hogy megszórjuk mandulával, megszórjuk egy pici porcukorral, és akkor az sül rá az egész, és akkor a mandulának a felületén még egy ilyen dobos cukor réteg is, egy oda karamellizálódott cukor réteg is lesz. Látszik a manduláról, annyit mondjuk, hogy nem egy különleges mandulafajta, a szeletelt mandula van szépen még gyufaszára felvágva. Hát nem kell megijedni, hogy ilyen akármiről beszélünk. Csak mi ezt megtanultuk úgymond szakmai berkeken belül, igen. Csak hogy minél érthetőbb legyen mindenkinek, ezért mondjuk el, hogy ez egy sima szeletelt mandula, még igen. Átvágva késsel. De van lapmandula is, olyan, abban az esetben pedig a mandula lapjára van, tehát nagyon szinte hajszálvékony lapokra van felvágva, és azzal is meg lehet szórni. A pálcika mandulánál pedig gyufaszál vastagságúra van a mandula összevágva. Ezt így készen lehet kapni, tehát senki ne próbáljon megkísérletezni lapmandulát vágni, mert az nagyon kicsit nehéz. Lesz, gyufaszálat tud vágni, mert az nem annyira bonyolult, de a lapmandulát
magát, az nehézkesebb. És bármilyen olajos maggal, tehát mint az elején mondtam, hogy készíthetjük dió helyett mandulával, mogyoróval, tökmaggal, napraforgó maggal, tehát bármilyen olajos maggal, és akkor meg lehet szórni ugyanúgy a tésztának a felületét, és akkor az nagyon szépen rápirul, és egy pörkölt magot is eszünk tulajdonképpen a kosárkának a tetején. Amiért ajánlom ezt a süteményt, ez gyerekzsúrokra nagyon-nagyon jó. Tekintettel arra, hogy nincs benne krém, nem mázgálja össze a gyerek magát. Maximum a lekvára? Nem, mert megfogja a kezébe, tehát meg tudja enni. Nem kell hozzá kanál, nem kell hozzá tányér, nem kell hozzá villa, tehát tulajdonképpen éppen a gyerek fogja, és egeszi, és elforgyasztja. Hosszú ideig eláll, mert mondtam ugye, hogy a porhanyós omlós a tészta. Arról is beszéltünk ugye, hogy a tésztában zsiradék van, egy pici szalakári van, tehát kétszeres lazítással van lazítva a tészta, tehát az omlósságát, a porhanyósságát ez a tészta több napon keresztül meg fogja tartani, különösen akkor, ha belerakjuk egy olyan dobozba, amit légmentesen le tudunk zárni. Vagy akár tálcára. Tortadobozok, vagy egyebekbe. Így van. Vagy pedig egyszerűen simán csak tálcára rakjuk, és folpakkal lefolpakkozzuk. Tehát most ezért nem muszáj légmentesen záró süteményes dobozt venni, mert egy lefolpakkozás is tökéletesen megteszi, és hosszú ideig eltartható. Én jó étvágyat kívánok a termékhez. Bízom benne, hogy aki elkészíti, egészségére váljon, és ízleni fog neki. Kérdés. Észrevételek pedig a kifőzte@kölcseitv.hu. Csokolom! Viszontlátásra!